nagy-nagy szeretettel köszöntök. Óvodánkban 10. alkalommal emlékezünk meg Szent Mátonról. 10 évvel ezelőtt Kéregini Ilonka fejében megszületett a gondolat, hogy csoportjukban megemlékeznek erről a hagyományról. Akkor mindjárt óvoda szintre emeltük, és a résztvevők száma azóta nagy örömünkre egyre emelkedett. Ez az ünnep nem csak arra jó, hogy összehozza a közösséget egy gyertyafényes felvonulásra, hanem egy kellemes beszélgetés mellett a hagyomány ápolás is előtérbe kerül. A hagyományőrzés elengedhetetlen része, hogy megismertessük az óvodásokat a népszokásokkal és az év ezen időszakára vonatkozó hiedelmekkel, jóslatokkal. A csoportokban minden évben elismertik Szent Márton történetét a ludakkal, mikor el akar bújni a püspökké választása elől, hogyan árulták el a rejtőzködő Mártont a gágogó szárnyasok. Az óvónők megbeszélték a gyerekekkel az alkalomhoz kapcsolódó népi mondókák jelentését, és azt, hogy elődeink miért figyelték az időjárás összefüggéseit. Például, ha Márton napján a libaéri égen jár, karácsony sárban porosztál. Na, ezt mi is megfigyeljük, ti is figyeljétek meg, gyerekek! Vagy pedig az, aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik. Az óvodások ilyen vagy ehhez hasonló bölcsességen kattognak, hiszen megmozgatják fantáziájukat. Fontos eleme a felkészülésnek a verstanulás és az eseményhez kapcsolódó énekek tanulása, gyakorlása, ami fejleszti a memóriát, a szövegértést, a ritmusérzéket. Természetesen nem lenne teljes az ünnep előkészülete alkotás nélkül. A gyerekek korosztályuknak megfelelően különböző kézműves dolgokat készítettek, különböző alkotások születtek, élen az óvónő kreativitásával, amit a hangokban megtekinthetek a szülők. A gyerekek tevékenységét úgy szerveztük, hogy kellemes várakozással éljék meg az esemény, még úgy is, hogy néhány nappal az időjárás viszontagsága miatt el kellett halasztani ezt a programot. Kívánom, hogy mindenki érezze jól magát, a rendezvény sikeréhez támogatóinknak is nagyban hozzájárulnak ehhez. A mai rendezvény alkalmában különösen köszönöm azt, hogy támogatóink is 10 éve mellettünk vannak, a tűzoltóknak a világítás és a mágia körüli teendőket, a Magyar Közút Non-Profit ZRT-nek, a FÁK, Keresztes Józsefnek, hogy elkészítette nekünk a mágiát, a hangosítás Mélya Miklósnak, a polgárőröknek, akik az utat fogják biztosítani, Rád Péternek, a házi kógyűjtemény, kenyeret a vidakészségnek, most 32 kiló kenyeret kértünk és kaptunk is, Kapács Nóra anyukájának szintén a kenyeret és a hagymát, Vitális Etelkának a hagymát, Bütti Zsoltnak a libazsit és a finom libatepertőt, Nyéki Jánosék szintén zsírtajánlottak föl, Mertényi Lászlónak a cukrok a teához, szülőknek, akik a tököt kukoricát hozták a dekorációt, kollégáimnak, hogy megszervezték a mai estét. A segítség és támogatás mellett a felmerülő költséget az óvoda alapítványából fedeztük. Most pedig fogadják szeretettel a Méhecske csoport műsorát, közben megkérjük a tűzoltókat, hogy gyújtsák meg a mágiát. Yeah.
És a tűz melegénél fogyasztok el a finom zsinos kenyeret és a tejet. Yeah.
Thank you.